A Biblia korunknak szóló végső nagy üzeneténél tartunk. Szeretnénk kinagyítani ezt a jelenése könyve 14. fejezetében olvasható úgynevezett hármas angyali üzenetet, amivel Isten még utoljára megszólítja a világunkat, csak úgy, mint Noé idejében, ez az ősi pátriárka 120 évig kérlelte az emberiséget a megváltozásra. Ez a hármas angyali üzenet csak nem 180 éve hangzik, hol gyengébben, hol erőteljesebben. A magam részéről úgy gondolom, hogy még nem elég erőteljesen, de erre is ígéretünk van magától Jézus Krisztustól a Máté Evangélium a 24. fejezet 14. versében lejegyzett szavaiból, hogy az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdettetik minden népnek, és akkor jön el a vég. A hármas angyali üzenet első üzenetét nagyon részletesen átvettük, hiszen az első üzenet egy nagy lelki üzenet, amely felszólít nem vallásoskodásra, nem külsődleges egyházhoz tartozásra, hanem Isten félő hitre, az Isten szavának értelmes és hűséges követésére. Féljétek az Istent! A második kifejezés ezt nyomatékosítja, és néki adjatok dicsőséget nem abban az emberkultuszú világban, ahol mindig embereknek adnak dicsőséget, amelyben mi most élünk, hanem fölfelé tekintsünk, féljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget és különösképpen azért mondja ez a harmadik félmondat, mert eljött az ő ítéletének órája. Mert Isten elkezdte az ítéletet a mennyben. Jézus az igazak fölötti ítéletet elkezdte, és nem tudjuk, hogy a meghalt igazakról, az élő igazakra mikor megy át ez a sor, és Jézus második eljövetel, ami a küszöbön áll, amit már a jelenések könyve harmadik fejezetében így nyomatékosított, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, hogy ez pontosan mikor is történik meg. De nem az a fontos, hogy Jézus mikor jön el, hanem az a fontos, hogy a hozzávezető út minden szakaszát feltárt előttünk, és kéri azt, hogy a hozzávezető úton mindig lépjünk előre, és hirdessük ezt, hogy féljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait, tehát nyílt visszautalás a tíz parancsolatra, annak is a negyedik parancsolatára, amit a keresztény világ is megtagadott mind a mai napig a nagy kereszténység nem, nem hűséges a tíz parancsolathoz, hitáltal nem tölti be a tíz parancsolatot, és ezért is nincs a kereszténységnek világméretű képviselete, igaz, hiteles képviselete ezért jönnek elő más vallások, mint a hindu a buddhista vallás, vagy az iszlám, és a kereszténység visszaszorulóban van, még a saját országaiban, hagyományos nemzeteiben is, és az ateizmus veszi át a helyét, ahogy azt a jelenése könyve 11. fejezetében Jézus egy másik proféciájában is megindokolta, megvilágította. Rátértünk a második üzenetre is, ami így hangzik, így olvasom jelenések könyve 14. fejezete 8. verséből, és más angyal követte azt, mármint az első angyalt, aki az első üzenetet hirdette, és más angyal követte azt mondván, és most helyes fordítás szerint olvasom, mert a mi Károlyi Bibliánkban leomlott, leomlott Babilon szerepel, de ez még nem a leomlásról szóló üzenet. A leomlást egyébként, hogy hogyan össz, ö, omlik össze ez a világegység, amelynek részletezésébe a múlt alkalommal belefogtunk, ezt majd a jelenések könyve 18. fejezete szegről végről egész pontosan meg fogja világítani, hogy ma az emberiség épp egy óriási világegységet, egy óriási Bábelt, de ez úgy fog összeomlani, mint a kártyavár. Mert nincsenek igazi eszmei alapjai, hanem politikai alapjai vannak, gazdasági alapjai, és főleg eltorzult vallási alapjai. Ezért a második angyal üzenete a helyesbítest fordítás szerint így hangzik: eleset elesed Babilon, a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden népnek. Elesett, elesett, vagyis Isten szemében örök idők óta elesett minden ilyen vállalkozás. Isten szemében ez nem áll meg és a hívő embereknek is meg kell érteniük, hogy miért nem áll meg, hogy valóban Isten oldalára álljanak, és úgy hirdessék a világnak ezt a második angyali üzenetet, hogy a világ is lássa, hogy ez eleve reménytelen és kudarcba fulló vállalkozás. Elesett, elesett Babilon a nagy város. Babilon a politikai és vallás keveredésének fő színhelye az ókorban. Babilon Dániel könyve. 12., 11., 12. fejezetében is nagy szerepet játszik, mint Északi király, a Déli királyjal szemben. A Déli király Egyiptom mindig az ateizmus, a tömeges ateizmusnak a jelképes bemutatása. Az Északi király, ami ö, Egyiptomtól Észak-Keletre van, ez Babilon, pedig a vallások keveredésének és a vallás és politika keveredésének is elrettentő bibliai szimbóluma. Mert önmagában a vallások keveredése is borzalmas, de amikor a vallások keveredése még a politikai hatalmak keveredésével is együtt jár, annál kezelhetetlenebb világállapotokat nem lehet elképzelni. Ebbe futunk most bele. Ezt építi most az emberiség, lépésről lépésre. A politikában az 1848-49-es levert szabadságharcok után az elmúlt mintegy 170-180 évben építik a politikai egységet, ami mindig szétpattan. Az egyetlen egy nagy politikai egység az amerikai Egyesült Államok annak mintájára próbálják létrehozni az európai egységet, most jelesül az Európai Uniónak a képviseletében, az ázsiai, az afrikai egységet, ezt nyíltan mondják és hirdetik, szervezeteinek alapjait építik, de fontosabb az, ahogy a lépésről lépésre, évtizedről évtizedre, és most már évről évre ez az óriási világegység, amit mi most már nagyon hozzászoktunk ez a kifejezéshez, hogy globalizmus. A globalizmussal mi mindent lefedünk az áruforgalmat, a gazdasági együttműködéseket, a politikai szövetségeket, mindent-mindent azt mondjuk, hogy hát olyan nagyok a világ problémái, hogy azokat nem lehet már lokálisan kezelni, csak globálisan. És ez a globalizáció azért halad olyan óriási léptekkel előre, mert azt akarják elhitetni az emberiséggel, hogy másút nincsen. A lokális problémák csak globálisan oldhatók meg. Ez vajon igaz? Az emberiség el tudott élni ezredéveken keresztül úgy, hogy mindenki a maga lokalitásában, helyszínén, élet minőségét, megtartva, persze különböző, különböző fokokon élt, születtek újabb nemzedékek, és haladt előre, vagy hát éppen egy helyben toporgott a világ, de élhető volt a világ, volt levegő, volt víz, volt, ha kevés is, de táplálék is volt, ha voltak éhalálok is, ma is van éhalál, csak nem jelentik be, hogy ma is napon mondta 50 ezer gyerek hal meg a, a déli országokban, a szegényebb vidékeken, vajon a globalizáció, a globalizmus az egyetlen egy számba jöhető világ eszme? De amikor a globalizációval társul az ökumenizmus, az oikumené görög kifejezésről említettük, hogy az egész lakott földet jelenti, és az ökumenikus mozgalom nem csak a keresztény vallásokat akarja egyesíteni, hanem a föld valamennyi vallása egységesülésének vágyában él. Tehát az ökumenizmusról, amit sokszor magyar emberek is se tudnak mondani, de annyira nem gondolkodnak, vagy nem járnak után, hogy ez valójában mit is jelent. Ne úgy gondolkozzunk csak, hogy a, a katolicizmust és a protestantizmust, meg egyéb más kereszténynek vélhető közösségeket akar egy közös nevezőre hozni. Az ökumenikus mozgalom bevallott célja, ugye 1949-től indul ez Amsterdamtól, aztán a egység egységtörekvések után, kellő időben a második vatikáni zsinat után és különböző ilyen hát média pápák fellépése után, mint második János Pál vagy első Ferenc, a katolikus egyház, sőt a pápaság áll az élére, ennek a világ egységnek. Most már mondom, nem csak katolikus és protestáns, hanem megkötik a, a megegyezést az iszlámmal, a keleti vallásokkal és egy 1980-as években megjelent könyv a Vittorio Messori II. János Pál pápával beszélgetése átlépni a remény küszöbén, magyarul háromszor is megjelent, érdemes elolvasni, mert ott a pápa fölvázolja, hogy mindenkivel meg lehet egyezni, mindenkiben az értéket kell látni, mindenkiben a jót, nem a, a különbözőséget, nem azt, ami elválaszt. Ez nagyon megejtő program. Ez nagyon jól hangzik az emberi füleknek, hogy ne legyen már annyi viszály, főleg ne legyenek vallási különbözőségeken alapuló vallásháborúk, hanem hát végre csillapodjon le az emberiség, a baloldal is ezt kívánja, hát hiszen a liberalizmusnak is zászlójára tűzött célja azt, hogy, hogy békés, nyugodt életet folytassunk, és mindenki fogadja el, hogy a másik ember más felfogáson van, más vallást követ, más hitrendszerben bízik, ezt el kell fogadni, hiszen erőszakkal úgyse lehet megváltoztatni az embereket. Hát csináljunk egy közös nevezőt, és hozzuk egy közös nevezőre. Na de ki fogja a közös nevezőt megállapítani? Ki fog annak érvényt szerezni? És milyen érdekes, hogy majd a harmadik angyal üzenete, a hármas angyali üzenetben a legszigorúbban, a legkomolyabban, és hát első olvasása mondhatjuk majd így a következő alkalommal ezzel foglalkozunk, a legfélelmetesebben ítéli meg Isten részéről ezt az egységet, mert a Biblia szerint kétféle egység létezik. Van egy az emberi történelemben az emberek közreműködéseivel összetákolt egység, ami mögött nem Isten áll. Nem Isten állt az első nagy egység törekvés mögött, a bábeli torony építése mögött sem, már a történelmünk hajnalán, nem sokkal az özönvíz után. Nem Isten állt a mögött sem, hogy az időszámításunk előtti hetedik 6 század fordulóján ö, kiemelkedik egy világhatalom Babilonia, ami egységbe akarja fogni az egész világot, aztán követi médó Médóperzsia, aztán követi a nagy Sándori Görögország és Hellenizmus, aztán követi Róma, a császári Róma, a középkori Róma, a Pápai Róma mind a mai napig. Ez nem Isten szándéka volt. Isten szándéka az volt, hogy a Földön egységet az igazság teremtsen az igazságra törekvő emberek hitbeli meggyőződése teremtsen. Kétféle egységről beszélhetünk. Egy emberek által szakadatlanul szorgalmazott világegységről, ami a történelmünkben, mint egy vörös vonal mind a mai napig végighúzódik, és a mai napokban érje el a csúcspontját, és egy másik egységről, amit Isten épít, amit kicsiben épít, amit nem erőszakkal épít, mert mondanom se kell, hogy az előző egység mögött mindig valami, erőszakolás van. Mindig valami politikai, egyházi hatalmaknak felülről jövő és általában ámításon alapuló erőszaktétele van. Itt is idézhetjük az általam sokszor idézett Pászkáli mondást a Gondolatok című művéből, hogy amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. Amikor a hatalom az igazság, amit a politikai és egyházi hatalom mond, kihirdet, képviselés erőszakol, akár nyílt erőszakkal, akár pedig manipulatív, nagyon is megfoghatatlan erőszaktétellel, amikor az emberek a hatalmat teszik meg igazságnak, emögött mindig a világ fejedelme áll, aki az egész világ fölötti ellenőrzést át akarja venni. Akit Jézus Krisztus János Evangélium a 14. fejezete szerint a világ fejedelmének nevezett. És akiről azt mondta, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincs semmije. Jézus Krisztus azért engedi ezt a világegységet, hogy az ő követő is majd úgy győzzenek ezen, és úgy tudják elmondani, mint ő, hogy jön a világ fejedelme, de mi bennünk nincs semmije, hogy egy olyan egységet létrehozni, amelyre aztán a Szentélek különleges kiáradásával a végső nagy evangélium hirdetés lehetővé válik. Igen, kétféle egység van. És a sokat hivatkozott János Evangélima 17. fejezetében, amikor Jézus a főpapi imájában a keresztények egységért imádkozott, akkor olvassuk csak végig azt a főpapi imát. Először azért imádkozott azért is, hogy szenteld meg őket a, a, az igazságban, a te igét igazság. Amikor az igazságban megszentelt emberek egységéről lesz szó, amikor az ige szavához, a proféciák szavához mindenben ragaszkodó emberek egységéről lesz szó, az lesz a keresztény egység. Ez az, amit a mai előadás elején említett Máté 24.14 kifejez, hogy amikor az Isten országának ez az evangélium a bizonyságul hirdetetik minden népnek, akkor jön el a vég, mert az igazságban egyesült kereszténységre árad ki majd a Szentélek olyan hatalmas módon, hogy az egész földet bevilágítja mind a három angyal üzenete, jelesül itt a második üzenet is. Tehát mindegyik üzenetben, mint az első üzenetben e, nyilvánvalólag a lelki mélység a jellemző. A második üzenetben is a lelki mélység a, a jellemző, csak hogy ez kivetíti társadalmi vetületére is, hogy ha nem vesszük tekintetbe, hogy Isten igéje szerint kétféle egység van, van az igazságon alapuló Isten szerinti egység, amelynek majd megjön az eredménye a szentélek kiáradásával. Úgy, az, ahogy az apostolok idejében is egykor Jézus környezetében, hogy amikor eltávozott Jézus és a mennybe ment, és tíz napig foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben, hogy az apostolok cselekedetei legelején olvassuk, azután tudott kiáradni a Szentélek, és a kereszténység elkezdhette a győzelmi futását a világban akkor is, ha leghevesebben üldözték és szálltak szembe vele. Ugyanígy lesz a végső korban is lesz igazi egység, csak ennek a megvalósulását alig látjuk, sokszor emberek, ember szemek számára láthatatlan is, de majd a történelmünk egy adott pontján, amikor Jézus kiszólítja, ahogy János Evangélium a tizedik fejezetében mondta a jó pásztor, kiszólítja az övéit, akik hallják az ő hangját, akik felismerik az ő szavát, kiszólítja a különböző karámokból mert helyes fordítása a János 10-16-nak nem az, hogy lesz egy akulés, és egy pásztor, ezt még Petőfi is így idézi a versében, ez helytelen fordítás, és a helytelen fordításokból elterjedően helytelen gondolkodásmód is. Nem egy akol lesz, lesz egy nyáj és egy pásztor. Egy nyája lesz a főpásztornak, Jézus Krisztusnak, akikre a Szent élek kiáradásával az egész világ megismeri majd az igazi evangéliumot, és összegyűlnek azok az emberek, akik méltókká az örök életre, akik valóban vágyva várják Jézus második eljövetelét. Ezelőtt azonban egy óriási világegység épül ki de erről a világegységről a második angyal üzenet kétséget nem türel mondja, hogy ez nem Isten szerinti világegység, ez elesett Isten szemében, ez Isten előtt elfogadhatatlan, de az emberiség bősz akarattal ezt építi, nyilván azért, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem, ahogy Jézus mondja János Evangélium a 16. fejezetében. Ez a két egység törekvés, óriási küzdelme, ami a most hittel rendelkező emberek szemében már nyilvánvaló, aki nem hívő ember, az nem látja ennek még a kontúrjait sem, össze-vissza zagyvaságban látja a világot, mint hogy a világ ezt akarja mutatni magáról, hiszen a világegység, a nem Isten szerinti világegység, az ugyanattól a sátántól gerjesztett nagy zűrzavarra mondja azt, hogy majd mi teremtünk rendet. Majd mi megóvjuk a világot, majd mi biztosítjuk a, a holnapot és a holnap után Ezt az egységet fejezi ki 16. Benedek híres 2009-es enciklikája, a Caritas in Veritate, a Szeretet az igazságban, ómi megejtő cím, amelynek minden fejezete szinte ezt a címet viseli, hogy egység, egység, egység lesz egység, babiloni egység, a globalizmus és az ökumenizmus teljes találkozása és egybeforrása, elgondolhatjuk, hogy milyen félelmetes világegység lesz ez. De Krisztus követői egy másik egységen dolgoznak, a lélek segítségével, amely, amely egység szavaival, a Krisztusban az igében való egységre való felhívással, majd Isten lelke összegyűjti mindazokat, akik élni és örökké élni szeretnének.